Látogatásunkkor javában folyt a munka a forgatós táncegyüttesnél. A csapat művészeti vezetője elárulta nekünk, a fiatalok nem kis energiát fordítottak arra, hogy a deszki versenyen jól szerepelhessenek. Hozzátette, növendékeik egy szakmai bírálóbizottság előtt adhattak számot tudásukról. Dr. László kitért arra is, az indulóknak kifejezetten olyan táncokat kellett bemutatniuk, melyek a délalföldi tájegységről származnak. A koreográfiák összeállításánál fontos szempont volt, hogy csak is tiszta forrásból táplálkozzanak. Milyen érdekes, hogy nagyon gazdag ez a terület, ugye, mert van három falu is, ahonnan gazdagon lehet meríteni, és a követelmény itt is az, ugye az volt a kiírásban a zsűri alapján is, hogy ami az archív filmeken van, azt kell eltáncolni. Nem úgy, ahogy ott van a filmen, de azoknak a motivumoknak meg kell jelenni, azoknak a stílusegyeknek, ami az archív filmeken van. És azt gondolom, hogy nekünk egész jól sikerült ezt megcsinálni. Férfi szólóban Dékány Sándor arany, fiú szólóban Tóth Bátor Tibor pedig ezüst minősítést kapott. Utóbbi versenyzőt a Duna Művész Együttes vezetője Juhász Zsolt egy külön díjjal is megjutalmazta. Mellettük szépen helytáltak Császár Adrián, Juhász Dávid, Árva Vivien, Suhajda Botond, Kerekes Eszter, Lovai Attila, Hirc Edvárd és Horváth Angelika Panna. A párosok produkcióit ezüst minősítéssel díjazták. Nagyon izgultam előtte, mert nekem az volt az első verseny, amikor a csapat úgymond nem állt ott mellettem a színpadon, de amint kimentünk a színpadra, elmúlt az izgalom, és igazából a páromra figyeltem, és a zenekarra, és igazából az volt szerintem a legfontosabb, hogy élvezzük, amit csinálunk. A nagyobbak mellett a kisebbek is lehetőséget kaptak arra, hogy megmutathassák, mire képesek. Szabó Luca Boglárkával táncoltunk egy délaföldi csárdás és frist. A zsűri úgy hozta a döntést, hogy mi egy arany minősítést kaphatunk, és az mellett meg a Duna Művész Együttesnek a gáláján június 3-án Pesten fogunk föllépni. Tanítványaik teljesítményére fél évvel egyetemben nagyon büszke dr. Bagaméri Andrea is. A művészeti asszisztens szót ejtett arról, hogy táncosaik változatos népviseletekben álltak színpadra. A közönség apátfalvi, tápéi és sándorfalvi öltözékeket is láthatott. A saját ruhatárunkból tudtuk felöltöztetni a táncosainkat. És ez hatalmas megtiszteltetés, hogy a zsűri a munkánkat a díjak mellett azzal a szóbeli megjegyzéssel is jutalmazta, díjazta, hogy meg voltak elégedve az esztétikai látvánnyal is, és ez nagyon fontos. Mint megtudtuk, nincs idő pihenésre, ugyanis egy mozgalmas időszak előtt állnak a formáció tagjai. Több helyi rendezvényen is találkozhatunk majd velük, ilyen lesz a trianoni megemlékezés, valamint a Szent Ivánéi tűzugrás is. A városi fellépések mellett megmérettetésekből sem lesz hiány. A díjazottakról készült hosszabb összeállításunkat Társalgó című színes, kulturális magazinunkban tekinthetik meg a közeljövőben.